Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé különc, valamint eléggé komikus történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Senyuu. A Senyuu mifelé tekintve a fantasy és a komédia kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legösször manga formájában jelent meg, Robinson Haruhara révén, aki 2010 óta immáron 4 különböző széria formájában 17 kötetet publikált. Ám ezt követően természetesen megjelent maga az anime is, amely 2013. januárja és szeptembere között összesen 2 különböző évad formájában 26 részt, valamint 4 specialt, és még emellett számos külön kiadványt jelentetett meg, többek között Yutaka Yamamoto rendező, valamint Michiko Yokote forgatókönyvírók által. Történetünk egy mágikus világban játszódik, melyet 1000 év óta először fenyeget ismét a visszatérő démon úr, aki az emberek birodalmába ismét elhozza a rettegést és a káoszt. Azonban az emberek királya a néai hős leszármazottaitól kér segítséget, hogy végül a fenyegetés egyszer is mindenkorra lezáruljon. Ilyen módon találkozunk a hős egy leszármazottjával, Albával, aki segédje rossz oldalán járja a világot, s igyekszik a felbukkanó szörnyeket is megállítani. Azonban útja a végső ellenfélhez, avagy a démon királyhoz Rukihoz hamarabb vezeti előtt, amely egyúttal számos komikus pillanaton keresztül végleg fel is nyitja Alba szemét az által ismert világról, s egyúttal egy teljes mértékű felismerésben részesíti őt. Összességében nekem kevésbé tetszett ez a történet, amely gyenge, képi és hangvilággal rendelkezett egyszerre. Habár a komikumok jól hatottak eleinte a sztoriban, azonban a gyakori visszatérésük és a történet kapkodó vezetése sokat rontott a sztori értékén. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Senyuu csupán egy 10/3-as alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!